Betörések, két csoportot is elfogtak a helyi rendőrök. Nyugodt év előtt állunk, biztos a város gazdálkodása. Problémás földbejelentés gond lehet a kis területekkel. Betörtek az egyik helyi benzinkúthoz és egy műhelybe is. Mindkét helyen több százezer forintos kárt okoztak. Az elkövetők azonban nem örülhettek sokáig, hamar rendőrkézre került mindkét csoport János Somorján. Munkás és eredményes napok állnak rendőreink mögött. Egy oldalsó ablakot betörve jutottak az üzletbe a tettesek hétfő késő éjjel, cigarettát pakoltak össze, és amerről jöttek, arra távoztak. Egy szlovák rendszámú autó a szentpéteri temetőnél várta őket. Nekifutottak a szántásnak, és ugye úgy jöttek el ezen az oldalon, és a kocsi meg úgy állt meg, hogy lássák egy az egybe a benzinkutat. A rendőrök látták az autót, és nagyobb mozgásra is figyelmesek lettek az egyik szentpéteri utcában. Radnóti utcában látott, mit tudom én, lámpákat, tehát féklámpát gyulladni. Az őrsparancsnok elmondta, később a hóban hagyott nyomokat megvizsgálva a kép hamar összeállt. Másnap már házkutatást is tartottak. A nyomonkövetés nem vezetett konkrét eredményre, viszont a kollégáim éjszaka tapasztaltak olyan eseményeket, dolgokat, amelyek később összerakva kirajzolták azokat a támpontokat, amin már el tudtunk indulni. Bűnügyi osztállyal közös összehangolt szolgálat, illetve munka alapján eljutottunk Moson-Szentpéteri lakóházhoz, ahol házkutatás során előtalálásra kerültek az eltulajdonított cigaretták, illetve elfogásra kerültek az ott tartózkodó személyek. Az albérletben négy szlovák állampolgárt vettek őrizetbe. A kút nem először esett áldozatul, február 9-én is betörtek, ugyanígy, valószínűleg ugyanazok. A két eset összesen több mint 600 ezer forint kárt okozott a cégnek. Itt a temetőtől nem messze szintén bűncselekmény történt azon a hétvégén. Az egyik cég telepére jutottak be a tettesek, szerszámokat vittek el, kisgépeket szedtek szét a bennük lévő fém miatt. A kár közel 150 ezer forint. A rendőrök hamar az egyik gyorsan eladott kisgép nyomára bukkantak, így két napon belül kézre került a két helyi megélhetési bűnöző, akiket a károsult is jól ismer, mivel korábban itt dolgoztak nála. Akármikor meglátom itt a környéken, leszegi a fejét, nem mer a szemembe nézni. A rendőrökkel is többször akadt dolga a tetteseknek. A kukoricát lopott. A rendőrség fontos tanácsa, hogy még a telephelyen belül is jól zárható helyekre tegyék el az értékesebb eszközöket a cégek. Ne szanaszél eleje, hogy az védhetőbb legyen valahogy. Mindkét elfogott társaság nevéhez több bűncselekmény is köthető János Somorján és környékén. A Moson-Magyaróvári kapitányságon kiemelték, a gyors elfogások a helyi őrsrendőreit dicsérik. Az elmúlt évek legnyugodtabb költségvetési tárgyalása után fogadták el János Somorja idei gazdálkodási tervét a képviselők. A város pénzügyi helyzete stabil, nincs bizonytalansági tényező sem az idei évre, és nagy összegű tartalékra is támaszkodhatunk. Előjáróban bejelentettem, hogy az idei költségvetésünk nem tervez hiánnyal János Somorján. Békés a költségvetés szerdai tárgyalása. Az év legfontosabb döntésében idén nyoma sem volt az előző évek bizonytalanságának, amit akkor a változó állami törvényi keretek okoztak. Az az alaptétel, hogy hiánnyal tervezni egy költségvetést nem szabad és törvényellenes. Idén szigorúbb költségvetést vár el az önkormányzatoktól a kormány. Ami abszolút tilos, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez aztán tényleg a törvény szellemébe van, hogy a működési költségek egyenlege nem lehet negatív. Ez nálunk 111 millió forintos pozitív egyenleget mutat. János Somorja eddig sem költött felelőtlenül, és most sem. Nálunk a évek során ez már kialakult. Ám minden feladatra megvan a fedezet az összesen 1 milliárd 103 millió forintos költségvetésben, ami nagyságrendileg megegyezik az előző évekével. 1 milliárd 102 millió 589 ezer forint. Aki az egyesített bevételi és kiadási főösszeget így együtt el tudja fogadni, azt kérem, szavazzon. A nyugalom oka, hogy az önkormányzat történetének eddigi legmagasabb pénzmaradványát sikerült megőriznünk a tavalyi évről. A tavalyi esztendőből 140 millió forintos pénzmaradvány került át az idei évbe, mint bevételi lehetőség, és ez a 140 millió forint biztosítja azt, hogy az elképzeléseink, a beruházások, támogatások és mindenféle kiadási oldal vonatkozásában pénzügyi fedezettel bírnak, illetve ezt az évet mi a
tervezett költségvetésünk szerint 100 millió forintos pénzmaradványjal szeretnénk befejezni, hisz gondolni kell a jövő esztendőre is, és hát a világ legegyszerűbb dolga lenne kiüríteni a kasszát, de ezt nem tesszük, mint ahogy nem tettük az előző években sem. Ennek ellenére minden fontos cél helyet kapott a költségvetésben. 25 milliót költünk például útfelújításra, kiépítik a térfigyelőrendszert, több intézményben végeznek felújításokat. 2,5 millióval többet költhetünk szociális segítségekre. A társadalmi szervezetek támogatása közel 2 millió forinttal magasabb lett idén, mint tavaly. Nagyjából 35 millióval támogatja a több mint 20 szervezetet a város. A költségeinkkel is rendkívüli figyelemmel kell bánni. A nagyobb fejlesztéseknél azonban sokkal inkább pályázati forrásokra kell alapoznunk, mint eddig. 200 milliót szeretne nyerni a város a művelődési ház és a központi iskola alsó tagozatának energetikai felújítására, ami csökkenteni a fűtési költségeket. Ha nyerünk, akkor sem úszunk el a költségekben, a pályázatok önrésze elkülönítve várja a sikert. Hogy amennyiben pályázaton tudunk sikeresen részt venni, akkor még mindig azt tartalmazza a költségvetés, hogy ha mindez bekövetkezik, akkor sem kell hitelfelvétellel számolnunk. Ez azt gondolom, hogy János Somorján nem újdonság. Másutt azt gondolom, hogy ehhez hozzá kell, hogy szokjanak, akik ezt nem csinálták. Bekerültünk azonban az állami hitelátvállalási programba. A héten megállapodás született arról, hogy a város könyvtárfejlesztésből fennmaradt hitelének 40%-át, 6,2 millió forintot átvállal az állam. A testület reméli, ezzel nem éri a későbbiekben pályázati hátrány János Somorját. Felkavarta a kedélyeket a Földhivatal szerdai tájékoztató fóruma János Somorján. Április 30-áig minden aranykorona értékkel bíró földtulajdont be kell jelenteni a Földhivatalnál. Eddig ez csak az 1 hektár felettiekre vonatkozott, mostantól azonban kivétel nélkül mindegyik földre. A gondot az okozza, hogy sok esetben apró, nem ritkán pár méternyi töredékföldekről van szó, ráadásul sok az osztatlan közös tulajdonú terület, ahol nem tudni, melyik terület rész kié. Előfordul, hogy valaki nem is tud földtulajdonáról, örökségéről. Most azonban mégis be kell jelenteni. Aki nem teszi, büntetést kap, ami a terület aranykorona értékének 1000-szerese, ráadásul többször is kiszabható. A bejelentés korábban díjköteles volt, ma már ingyenes, a korábban befizetett bejelentési díjakat visszautalják majd. Még idén ellenőrizni fogják a zárt kerteket is János Somorján, mert sokan más gazdálkodásba kezdtek, például szántóvá alakították kertjüket, de ezt nem jelentették be. A fórumot Krasz Dezső János Somorja falugazdásza szervezte, akihez ezekben az ügyekben is fordulhatnak segítségért a földtulajdonosok. A megye egyik kiemelkedő sportegyesülete a János Somorjai. Kevés helyen működik 7 aktív szakosztály, és a megye 5. legnépesebb labdarúgó utánpótlása a miénk. Ezt emelte ki évértékelőjében Kis Sándor elnök pénteken a szervezet közgyűlésén. Hangsúlyoztam, közel 200 tagja van az egyesületnek, sok fiatal sportoló ESL keretein belül, de még nagyobb hangsúlyt fektetnének az utánpótlásra, a gyerekek bevonására. Kiemelte a labdarúgók tavalyi Sport M kupa győzelmét, és azt, hogy az egyesület megkapta az önkormányzattól a János Somorjáért emlékplakettet érdemei elismeréseként. Köszönetet mondott, amiért a JSE erre az évre 12 millió forintos támogatást kapott az önkormányzattól, amely a legfontosabb szponzora az egyesületnek. Az összeget a héten ítélte meg a testület. A JSE szeretné folytatni a sporttelep korszerűsítését is, a társasági adókon alapuló sportfejlesztési program és az önkormányzat további anyagi támogatása segítségével. 13 év munkájából válogat el Burda Zsuzsanna pénteken este 6-kor a Művelődési Házban nyíló kiállításán. Szombaton este 7-től pedig a Rizikófaktor zenekar nőnapi koncertre várja, nem csak az ünnepelt hölgyeket a Művelődési Házban. Híreinket olvashatják a JTV internetes hírportáján is, híradóval pedig legközelebb egy hét múlva várjuk Önöket. Viszontlátásra!